Tehát az előbb elmeséltük, hogy kétféle kakaógyümölcs létezik. Ez az arriba, az ecuadori fajta, sárga színű, és sokkal nagyobb. És ebből készül a legjobb fajta csokoládé. Igen, ennek a fája. Nagyon finom a magját így leszapogatni, ilyen gyümölcsös, édes, kis, savanyús leszapogatni a magját. Viszont szétrágni nem ajánlott, mert belül eléggé keserű. Még azt szerettem volna elmesélni, hogy a másik fajta kakaó gyümölcs, az piros színű. Ó, wow! Jó, meghozták közben a kakaó teánkat. The tea of cacao is ready. Oh, thank you very much. You're very kind. Emir nagyon kedves, és meghozta a kakaó teánkat külön kérésre. So sugar, yeah, or without? No, without. Without it's sugar. Natural. It's very good. Yes, we don't need. Naturally, okay. We like naturally so, taste. If you have any question, I'm inside. I will answer to your question. But please enjoy your time. You can take your walk here, make a video, take a photo. Please enjoy your time, and I will see you. Yes, thank you. Can I have back the red one? The red CC one. And yes, the 51? Yes, I also want to show in the camera. Thank you. Mindjárt visszahozzák a piros színű kakaógyümölcsöt, az ennél kisebb, piros színű, és az a neve, hogy CC and 51. Igen, érdekes. Balázs, te emlékszel a nevének az eredetére, hogy hogy kapta ezt a CC? CC and 51? C az a collection. Az első a C az a collection. Utána a második az a neve annak, aki ezt a hibrid fajtát létrehozta. Cornius, vagy valami ilyesmi. Igen. És az 51? Az a hely, az a Naragia, vagy valami ilyesmi, az a hely volt, nem az 51, hanem az N. N. Volt. Naranhia. Naranhia, igen, Naranhia. Az a hely volt, ahol az, ezt csinálták. Igen. És az 51-es, az pedig az 51-es számú íz, vagy az 51-edik próbálkozás, ami így sikerült, ha jól emlékszem. Na. És tudni kell a pirosról, az a piros gyümölcsről, hogy... Már egy év után elkezd teremni. Sokkal gyorsabban nő. Egy évben akár 5-ször vagy 6-szor is lehet születelni. Viszont kisebbre nő meg, mint az arriba fajta. És rövidebb ideig is él. Tehát egy ilyen 50-60 évig él egy piros fajta? Azt hiszem. Azt hiszem, olyan 50 évig lehet. Sokkal többet lehet róla születelni. Itt van. Nem ér itt hozzá. CCN51. Yes. Ez a piros kakaógyümölcs. Tehát ez sokkal gyorsabban nő, többet ad a fáról, sőt valójában inkább bokorszerű a növény, ugye? Igen, sokkal alacsonyabb, ezért könnyű leszedni, nem kell hozzá létra. Például. Viszont ez egy kicsit, biztosan ez is nagyon finom, de a legfinomabb az arriba. Arriba. Igen. És itt azt használják, az arribát használják. Arriba. Még ott a fákat is meg lehet mutatni. Ez egy fiatal arriba fa. Már elkezdett terenni. Magasabbra nő, mint a CCN51. Arrébb pedig a növények mögött van egy CCN51 hibrid fa. Majd azt is megmutatom. Ami inkább egy ilyen bokros fára hasonlít. Igen. Na. Együnk. Hát akkor jó étvágyat! Együnk, csapjunk bele!